meg titkot? Ja, hát én semmit nem találtam ki, mindent elolvastam, amit a régiek leírtak. A Miklós már 93 körül leírta, hogy ő sokszor nem is kormányoz a keleti medencébe, hanem spórol magával. Ez úgy nagyon belém nyúlott. De kormányzott, nem spórolsz? Hát kormányzott, igen, de spórolok. Tehát nem tesszük. Az egész csapat tudja ezt, és nem tesszük magunkat annyira oda. Az első felében a dolognak, nekünk kezdődik bejött, lehet, hogy szerintem nekik nem jön bele, szóval nem, senkinek nem javaslom, hogy ezt próbáljuk utánozni. De ezt akkor te már tizenvalahányszor kibírtad, hogy ne kezdjél el pörögni az elején? Volt, hogy pörögtünk. Volt olyan is. A 2007-es az tipikusan olyan volt, hogy nagyon hosszúsan vágtunk neki annak a szalagnak, és ott úgy rajtoltunk, mint egy filmmezőnbe. De ami nekem inkább a fejemben volt, hogy persze, hogy beszélgetünk meg, innoválunk, meg nem tudom, de azt hiszem, hogy a legnagyobb innovációt a szervezők csinálják ebben az évben. Tehát az, hogy tényleg minden hajón lesz ilyen minőségű nyomkövetés, az valami elképesztő. Fogjuk tudni a szelet. Tehát ha jól értem, akkor egészen precízen fogjuk tudni az egész tóról a szelet, és mostantól lehet majd elemezni, hogy mi történt a kék szalagon. Tehát hogyha tényleg megvalósul az, amit Zsolt mondott, hogy le fogja venni ez a kütyű a hajóknak az adatát, és az ki fog menni, akkor olyan elemzéseket lehet csinálni a kék szalagból, amit eddig soha. 550 hajó be fogja teríteni az egész tavat, pontosan fogjuk tudni, hogy milyen szélben litorláznak, mennyire, hol hibáztak. Mert most úgy elképzeljük, hogy hol hibáztunk mi hárman, vagy öten, akik látjuk egymást. De hogy mi történik az éjszakában, azt most fogjuk tudni igazán. Tehát szerintem most egy nulla ponthoz érkezett el a kék szalag, és valós, igazi elemzések következhetnek. Én hát azt várom, hogy a következő versenyek felkészültsége és tudása nagyságrendekkel lesz erősebb, mint amit itt mi összesen erről a dologról. Arról nem is beszélve, arról a legény segít arról, aki a hónap alatt egy ilyen kütyűvel egyfolytában figyelni fogja, hogy a tó másik végében milyen szél van, amire majd menni fogtok. Ugye, és való igaz ez a beterítés, mert